Elkészültek a műsorfüzetek, finisébe lépett a 22. Vidor Fesztivál szervezése, melynek teljes programját kedden ismertették a sajtóképviselőivel. Az augusztus 25-től szeptember 2-ig tartó rendezvénysorozat a korábbi évekhez hasonlóan a város több helyszínén is várja majd a megyeszékhely lakóit és a városba érkezőket. Kovács Ferenc polgármester elmondta, a fesztivál évről évre egyre nagyobb turisztikai vonzerőt jelent. Ez a 9 nap, mindig szoktam mondani, meghosszabbítja a nyarat, és a város egyik legvidámabb, reméljük a legvidámabb hetét, időszakát is jelenti. Ilyenek a programok szokás szerint, hogy nyár végén, iskola kezdés előtt az emberek töltődjenek még fel ezzel a fesztivállal is. Közösségi program mindenkinek szól, az ovisoktól a nyugdíjasokig, Bábszínháztól az éjféli zárásig, a Vidor kert nem is zár, még akkor be tudjuk. Tehát várunk mindenkit szeretettel, és hát érezzék jól magukat majd. A fesztivál fő támogatójának alapítója, Bárány László elmondta, évek óta figyelemmel kísérik a rendezvény programjait. Ez a város erről a fesztiválról is nevezetes. Nem véletlen az, hogy hívunk barátokat az ország másik részéről is erre a fesztiválra, mert itt, ha jó idő rendelkezésre áll, és most már azt gondolom, hogy ennyi eső után most már a napsütés és az igazi nyárutó következik, minden adott lesz ahhoz, hogy itt, aki jó kedvel érkezik, az vidáman kacagva távozzon, vagy a másnapi rendezvényre is ugyanilyen jó kedvel jöjjön vissza. A versenyprogramban fellép többek között a Víg Színház, a Karinti Színház, a Játékszín és a Csokonai Nemzeti Színház is. A Móri Zsigmond Színház igazgatója kiemelte, az idén is sikerült remek előadásokat és fellépőket meghívni. Csupa neves fellépő van gyakorlatilag minden előadásban, illetve a címek is szerintem most nagyon vonzóak. Talán ennek is köszönhető, hogy a korábbi évekhez képest is hamarabb elfogyott a jegyeknek a nagy része. Tehát most viszonylag kényelmes helyzetben voltunk, nagyon jó volt a felhozatal. A koncerteknél egy kisebb nehézség azért volt, a támogatás valamivel később fixálódott le, amiből gazdálkodhatunk a koncertek összeállításánál. A május vége, június eleje volt az, amikor már biztosan láttuk, hogy mennyiből lehet gazdálkodni. Ebben az időszakban viszont már nagyon sok koncertet lekötöttek ebben az időszakban, de szerencsére megtaláltuk azokat a szabad koncerteket, amik szerintem színvonalában nem csak hogy emelik, talán még ki is emelik ezt a fesztivált a többi közül. Az idén Hegedűs D. Géza, a Víg Színház művésze lesz majd a zsűri elnöke, aki a 70. születésnapjára összeállított koncertjével fel is lép a fesztiválon. A színpadi produkciókra szóló jegyek nagy része már elfogyott. A Kossuth téri és a Vidorkerti programok az elmúlt évekhez hasonlóan ingyenesen látogathatóak.